Meg nem erősített rendőrségi források szerint két feldarabolt holttestet találtak a Pest megyei Pilisszentmihályi melletti erdőbe. Az ORFK hivatalosan egyelőre csak annyit közölt, hogy idézzük, egy folyamatban lévő büntetőeljárással kapcsolatban hajtottak végre eljárási cselekményt. Ezzel kapcsolatban azonban további tájékoztatást nem adnak, mert az sérteni a büntetőeljárás eredményességét. A helyszínen a Pilisszentiváni erdőben van tudósítónk György Gabriella. A rendőrség ugye hivatalos tájékoztatást nem ad. Mi az, amit neked helyben sikerült, Gabi, megtudnod az üggyel kapcsolatban? Szervusz Márti, üdvözlöm a kedves nézőket! Ahogy említettétek, Pilisszentivánon vagyunk, a Jágító közelében, az erdő közepén tartózkodunk. Feltételezhetően a mögöttem látható gödör az, ahol megtalálták a két feldarabolt holttestet. Látszik, hogy frissen betemetett gödörről van szó. A helyiek információi szerint tegnap jártak itt a rendőrök, illetve az azt megelőző napokban, valamint a tűzoltók is. Valószínűsíthető, hogy ők azok, akik kivágták ezeket a fákat, hogy jobban hozzáférhessenek ehhez a gödörhöz. Ugye pontos információink hivatalos forrásból nincsenek, a helyiektől tudtunk tájékozódni. Ők egyébként volt, aki azt állította, hogy egy házaspárról van szó, és a különös kegyetlenség, tehát a feldarabolás oka az, hogy tartozásuk volt. Ennél többet azonban nem sikerült megtudnunk, nagyon sok helyivel beszéltünk. Azonban nem hivatalos rendőrségi forrásokból azt is megtudtuk, hogy mégis hogyan találta meg a rendőrség itt az erdő közepén a holttesteket. Feltételezhetően vádalkú keretében, tehát egy bűncselekménnyel gyanúsított vagy elítélt ember vezette nyomra a rendőröket. Egyébként a helyiek megdöbbenéssel értesültek az eseményről. Többen egyébként azt mondják, hogyha tudták volna, tehát hogyha helyi lenne a két ember, akkor biztosan tudtak volna róla. Tehát feltételezhetően, hiszen kis településről van szó, nem helybéli áldozatokról van szó. György Gabriellának köszönjük szépen a helyszíni tudósítást!